Sziasztok srácok, illetve lányok! Így a videó elején szeretném megköszönni az új csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornának a fejlődését, illetőlegesen jövőjét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Dávid Papnak, Robert Körösinek, Erik Nagynak, Versu Hunnak, illetve Trinexus Gaming Pubnak és Tominak, hogy támogatjátok a csatornát. Ez tényleg nagyon sokat jelent nekem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a támogatást, és élvezzétek ki az extra előnyöket. Ha ti is szeretnétek vásárolni csatorna tagságot, akár 200 forintért is tudtok vásárolni, csekkoljátok le, ott lesz a leírásban link, ahol tudtok csatorna tagságot vásárolni. Nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót. Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb Once Human Ask Guide videóban. Ebben a mai videóban azt szeretném bemutatni nektek, hogyan tudtok összerakni saját magatoknak egy skint, méghozzá teljes mértékben ingyen, anélkül, hogy pénzt kéne költeni a játékra. Most ezt egyébként, ezt a módszert én itt Discordon nézőktől látom, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm. Most így pontosan nem tudom, hogy kik voltak ott a szobában, de igyekszem így megemlíteni a neveket, hogyha esetleg valakit kihagytam, akkor bocsánat, nyugodtan írjátok le a komment szekcióba. Shadow, Bélix és Csuvi. Ha jól emlékszem, ők voltak hárman, de lehet, hogy még egyébként Doki is közöttük volt. Ők mutatták ezt meg nekem is. És igazából nagyon megtetszett, pont a skinekről beszélgettem. Ja, meg Pitypang, tényleg Pitypang is mondta ezt. Úgyhogy nézegettem a skineket, és mondtam, hogy milyen drágák, meg gondoltam, hogy akarok venni skin, de végül nem vettem, mert mondom. Szívesen támogatom a fejlesztőket, nem arról van szó, csak értitek, egy fegyvere, egy skin azért drága, tehát hogy nem. Úgyhogy meg is mutatom nektek, srácok, hogy ezt hogyan tudjátok megtenni, de meg is mutatom, mire gondolok. Ha megnyomjátok az X-et hosszanak, hogy rá tudtok menni a fegyverre, és látjátok, ezt a skint én raktam össze magamnak. Én teljes mértékben ingyen. Tehát látszik, hogy a fegyver skin az alapvetőleg nincs benne a játékba. Illetőlegesen itt van az SMG is, ugye tudjátok, ez a kék, vagy ez a rózsaszín kékszínű SMG, mint azt láthatjátok, ennek a vége ilyen barnás, az eleje pedig zöldes. Ezt is én csináltam meg, de meg is mutatom nektek belülről, hogy néz ki. És ha lövök vele, és a damage-et azt ne nézzétek már. Se reloadolok, és hát reloadolni, de nem tudok, akkor reloadolok, ezzel várjatok. És látjátok? Nagyon komoly. De nem is húznám tovább a szót, srácok, lányok, vágjunk is bele, hogy hogyan is néz ki. És nincs más dolgunk, mint rámenni az egyik adott fegyverünkre, és bemenni abba, hogy Cosmetics. A Cosmetics-en belül pedig, inkább megmutatom az SMG-t, mert nem akarom szétszedni most jelenleg a fegyvert, a Cosmetics-en belül pedig rámegyünk a matricákra. Én most ezeket a matricákat szépen leszeregettem itt egyenként, és megmutatom nektek, hogy ez hogyan is néz ki. Csak kicsit bagos a matrica leszedés, meg egy kicsit bagos a rátevés is, de most ezzel nem fogunk foglalkozni. És akkor vágjunk is bele, fogtok egy matricát és ráteszitek. Ugye, ilyenkor ezt a matricát itt tudjátok mozgatni le, fel, jobbra, balra, ami nekünk itt nagyon fontos, ezt a matricát ki lehet nagyítani. És én mondjuk ezt ide leteszem. Leokézom. Következőnek ismételten ráteszek. Na igen, ez az a bug, amiről beszéltem, hogy rákatintok mondjuk ide, és egy tök másik matricát tesz le. Ezt is kinagyítjuk, és ezt mondjuk feltesszük. Mondjuk ide. Lepipáljuk. Te is szépen fújjuk ezt a matricát. Amit, hogyha oda akarna tenni, akkor azt úgy megköszönnék, de megint a dínós matrica, most meg a macskás matrica van jelen. Na most jó, ezt is szépen itt kinagyítjuk. Így négyenesen tökéletes, lepipázzuk. Illetőlegesen megint a macskát teszi oda, nagyon szeretjük, de esküszöm, mindjárt végzek vele. Mondom, esküszöm, mindjárt végzek vele. Hát ezt nem hiszem el. Teljesen random egyébként, hogy rányomok egy matricát, most rányomok a macskára, és a T-rexet adja be, rányomok erre a macskára, és azt a macskát adta le pont. Bágos. Ez a része bágos, hogyha most kimegyünk és visszamegyünk, mert
nagyon nem akarja valamire ezt a dolgot. Az E betűvel pedig most beadta, és akkor ezt is megfogjuk. Jó, nem tudjuk végigrakni egyébként a fegyvert, hogyha én most ezt a részt itt nem színezem be hátul, akkor egy kicsit előrébb tudtam volna tolni, és akkor leokézzük, és tessék, kaptunk egy piros-fehér SMG-t, de meg is mutatom nektek, tehát tessék, így néz ki. Természetesen össze tudtok rakni saját magatoknak mindenféle design elemekkel, tehát hogy én nekem például a Paint-nél van rajta ilyen barna, de ebből tudtok akár rárakni ilyet, a fehéret is, és le is ír egyébként egy purc és indősablat, hogy kell megszerezni. Ez ugye Battle Pass-os például, tehát ezt is rá tudom akár tenni. És akkor így össze tudjátok rakni magatoknak, tehát hogyha mit tudom én, össze akartok rakni egy rózsaszint vagy valamilyen színűt, akkor ezekkel is tudtok így bóklászni. Itt ezek Battle Pass-hoz, illetve a vásárláshoz kötöttek, de maga a matricából mindenkinek vannak ingyenes matricái. Azt, hogy ezeket hol kell megszerezni egyébként, itt ilyen is, hogy Obtain from Season Loot Crates, Purchase in the Shop, tehát tudom, amit itt is csak megvenni tudtok. Úgyhogy srácok, lányok, használjátok ezt a módszert egészséggel, szerintem baromira jó. Ez a skill egyébként szerintem pont jól néz ki skin nélkül egyébként. Úgyhogy srácok, lányok, én is így használom egyébként a szokeremet, még egyszer mutattam nektek. Az én szokerem az így néz ki. Értem szerint nem max grafikán játszok, tehát ez ennél azért sokkal jobban néz ki, de meg is mutatom, tehát én ezeket a gránátokat pakolgattam rá. A fegyver vége az egyébként ilyen lilás, azt sajnos nem tudtam beszínezni. Maga az egész fegyver ilyen zöld, fekete árnyalatú, itt barna, itt lent is barna, és itt illetőlegesen itt elő is barna. Szóval srácok, nekik ezt a módszert tényleg ajánlom mindenkinek, használjátok sok-sok szeretettel ezerrel. Én is, amikor megtudtam, hogy milyen fasz a módszer ez, én is elkezdtem használni. Úgyhogy srácok, lányok, innen is nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek Discordon, hogy adtátok ezt a tippet. Remélem tudtam nektek segíteni, úgyhogy ha esetleg nincs pénzetek skinre, vagy nem engedhetitek meg magatoknak, hogy skint vásároljatok, akkor mindenféleképpen ajánlom nektek azt, hogy ezt a módszert használjátok. Srácok, lányok, találkozunk a következő videóban. Mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg. Közeledünk az 5000 feliratkozóhoz, úgyhogy ha szeretnétek segíteni elérni az 5000 feliratkozót, mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, illetve bármilyen ötletetek van, nyugodtan írjátok le a komment szekcióban, és igyekszem videót csinálni nektek gyakrabban. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!